Sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál előkészületeiről csütörtökön délelőtt. Az alkotások, amelyekkel február 2-ától 3 napon keresztül várják a közönséget az Alba Plázában található moziban, többek között a jövő generációjának szólnak. Ficsóri Erika, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál székesfehérvári vezetője úgy fogalmazott, hogy a filmek valós értéke az, hogy valós emberekről, valós történetekről szólnak. Az élet maga a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyvíró. Nagyon ajánlanám a fiataloknak a Dokumentumfilm Fesztivált, 3 filmet emelnék ki, az Amíg még nézhetjük, A kiáltvány a gyerekekért, ami Manifesto a neve, és a harmadik pedig a Mégis hazai pályánk, ez egy izlandi film. Ficsóri Erika utóbbi kapcsán elmondta, hogy egy számára igen kedves alkotás, amely egy 365 lelkes halászfaluról szól, lényege pedig, hogy hogyan lehet a lehetetlenből csodát művelni. A filmfesztivál mellé állt a székesfehérvári Kodolányi János Egyetem is. Vizi László Tamás elmondása alapján a kommunikáció média tudomány szakos hallgatóknak kiemelten fontos minden hasonló, kifejezetten a szakmájukba vágó kezdeményezés tanulmányaik során. A dokumentumfilmek közül pedig az Amíg még nézhetjük címet viselőt emelte ki, amely bepillantást enged egy televíziós csatorna működésébe. Ez a film azt gondolom, hogy egy olyan háttérinformációval, olyan fontos üzenetekkel tud majd jelentkezni, amit a mindennapi munkájukban hasznosítani tudnak. A rendezvény támogatói közé tartozik a székesfehérvári Alcoa Shared Services Hungary Kft., melynek képviselői számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás és a helyi közösségek támogatása. A cég 4 alapértékének egyike ugyanis az emberekkel való törődés. A dokumentumfilmek gondolkodásra ösztönöznek. Ez egy olyan, szintén egy olyan elvárás a dolgozóink felé is, hogy gondolkozzanak, kérdőjelezzék meg a napi feladataikat, jöjjenek elő új ötletekkel, nézzék át, hogy mi az, ami jól működik, mi az, amin esetleg lehetne változtatni. Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere mindenek előtt köszönetét fejezte ki, hogy a Kodolányi János Egyetem és az Alcoa is a Dokumentumfilm Fesztivál mellé állt, valamint kiemelte, hogy a mai dokumentumfilmek és ezek készítői már teljesen más technikákat alkalmaznak a mozgókép kultúrán belül. Gondoljunk csak abba bele, hogy gyakorlatilag a szociális médián keresztül szinte a fél világ dokumentál valamit. Nyilván van egyfajta alapdokumentáció, de a filmművészetnek viszont az a szerepe, hogy ezt széles közönség felé fogyaszthatóvá és érdekessé tegye. A 10. Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál kapcsán tehát 3 nap alatt 6 filmet láthat a közönség az Alba Plázában. Február 2-a és 4-e között naponta 2 filmet vetítenek majd, melyeket követően a nézők egy-egy szakértővel, valamint az adott film nagykövetével is beszélgethetnek.